Boldoggá akarsz tenni egy gyereket? Viszonylag könnyű dolgod van. Az egy gyerek biciklire ül, akkor utána fülég ér a szája. De kitörődik a bringázni vágyó visokkal. Az óvodáskorú gyermekekkel gyakorlatilag Budapesten nem foglalkozik senki a kerékpározás terén. Van egy csapat fiatal, akik megpróbálnak beindítani valamit. Egy erős lökéssel elindítjuk őket, és már csak a körbehajtást kell megtanulniuk. Ki fogunk nevelni egy bringás társadalmat, egy generációt, hogy minél többen örömet leljék ebben az egészben. Határozott elképzelésekkel vették kézbe a dolgokat. A mi óránkon, hogyha a stop szó elhangzik, akkor mindenki kővédermen gyakorlatilag. Ha azt mondjuk, hogy zebra, akkor mindenki lepattan a bicikliről. Játék az egész világ! A gyerekeknek azt szoktuk mondani, hogy a közlekedés egyébként olyan, mint egy nagy társasjáték. Az a fontos nálunk, hogy elérjük azt a állapotot, amikor ők játszanak. Mert bringázni játszva a legjobb megtanulni. És hogy hogyan? Erről szól a Bringás Brigantik vlog 6. epizódja. Na most leszed valaki? Az Ovibringa alapvetően arról szól, hogy a gyerekeket megtanítjuk biciklizni. Azért hoztuk létre, mert azt gondoljuk, hogy a biciklizés hasonló mozgásforma, mint akár a síelés, a korcsolyázás, a foci, amit ugyanúgy szakemberek tanítanak a gyerekeknek. Alapvető célja, hogy megszerettesse a gyerekekkel a mindennapos mozgást, azon belül ugye elsősorban a bringázást, és ezen felül közlekedési ismereteket is átadunk számukra. Többen az alapító tagok közül egykori kerékpárosok voltunk, a BVSC Zugló kerékpár szakosztályában kerékpároztunk. A mindennapokban láttuk azt, hogy van egy ilyen hiány, és rengeteg olyan példát láttunk, akár az ismerősi körökben, hogy a szülő nem tudja, hogy hogyan tanítsa meg a gyerekét kerékpározni, vagy hogy kimennek tavasszal biciklizni. A gyerek elindul, a szülő pedig nem tudja követni, és veszélyes helyzetek alakulnak ki. Ezen kívül megnéztük azt, hogy hogyan csinálják a kerékpáros oktatást külföldön. Ötvöztük a hazai tudásanyaggal, és így raktunk össze egy olyan módszertant, ami alkalmas arra, hogy megtanítsuk a gyerekeket ügyesen biciklizni. Egymástól is tanulunk, egymásnak is adunk át módszereket. Ugye ez olyan szakma, ami szerintem nem lehet határok közé fogni. Itt mindig vannak új dolgok, vannak új elemek. Alapvetően az Ovibringa tanfolyamok zárt környezetben zajlanak, tehát óvodák udvarain, télen tornatermekben. Ez azért fontos, mert amikor a gyermeknek még nincs meg az az ismerete, hogy hogyan kell közlekedni közterületen, akkor ez egy sokkal biztonságosabb környezet. Bukósisakot mindig viselünk az óráinkon, és azt gondolom, hogy egy ilyen zárt környezetben sokkal jobban lehet megtanulni azokat a szabályokat, amik aztán szükségesek a közterületen való kerékpározáshoz is. Okay, let's go! Hogyha megmutatjuk a gyerekeknek azt, hogy hogyan élvezzék a biciklizést, hogyan közlekedjenek akár különböző helyekre a városba, boltba, postára, óvodába, akárhova, ahova kísérik a szüleiket, akkor a későbbiekben is előszeretettel fognak kerékpározni, legyen szó akár sportról, akár a mindennapi közlekedésről. Ez kifejezetten fontos, hogy a gyerekek is megszeressék ezt a fajta mozgásmódot, közlekedési formát. A kerékpár és a bukósisak minősége nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy milyen élmény maga a kerékpározás. A gyerekek az órán olyan minőségű felszerelést kapnak, ami egyszerűen élvezet használni. A futóbicikliről mi akkor kezdjük el átszoktatni a gyerekeket a pedálozásra, amikor egy sor olyan egyensúlyi feladatot meg tudnak csinálni, ami alapvető követelménye annak, hogy bármilyen helyzetben, gyakorlatilag bármilyen sebességnél meg tudják találni az egyensúlyukat. Az a fontos nálunk, hogy elérjük azt a állapotot, amikor ők játszanak, és akkor sokkal könnyebben figyelnek. Például a terem három sarkát kinevezzük különféle boltoknak, ahonnan be kell szerezni a húsleveshez valókat. És ilyenkor a gyerekeknek biciklivel kell elmenni, gyakorlatilag bevásárolni és visszahozni a tűzhelyhez a belevalókat. Ilyenkor gyakorlatilag nem is figyelnek arra, hogy ők bicikliznek, hiszen van egy cél előttük, amire koncentrálnak, és nekünk csak annyi a feladatunk, hogy az elindulást, illetve a megállást segítsük, ott legyünk mellettünk, és segítsünk, hogyha nem megy. They love it. That's all they talk about all week. Today's biking, right? We go biking today. It's very, very important for their understanding of just spatial awareness. Where am I in relation to the curb or a car or another person?
So balancing, coordination, the physicality of it, just the exercise and being outside. The parents love it. I mean, the parents are stunned. It's just a great program. A szülők nagyon pozitív visszajelzéseket adnak, hogy szeretik a gyerekeket hozzánk hozni. Ki fogunk nevelni egy bringás társadalmat, egy generációt, hogy minél többen örömet leljék ebben az egészben. A Bringás Brigantik fő támogatója a Generália Biztonságért Alapítvány.